Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök január 19-én, kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A koronavírus járvány aktualitásait ismertette a polgármester. Olcsóbb lesz a tömegközlekedés a nyugdíjasok számára. Közel 3 évszázados műemlék újul meg Tatán. A járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is rendszeresen tart a koronavírussal kapcsolatban tájékoztatót Mihő József Tataváros polgármestere. A következő percekben a városunkat érintő legfrissebb információkat hallhatják. Kedves tataiak, a koronavírus járvánnyal összefüggésben a tatai legfrissebb híreim azok arról szólnak, hogy az intézményeink teljesen zökkenőmentesen működnek. Minden óvodánk és a bölcsödénk is nyitva van, ott mindegyik csoportot fogadni tudjuk, és igazán koronavírus fertőzés miatt nem tudok most olyan kollégáról, aki beteg lenne, vagy aki nem tudna dolgozni. Tehát talán elértük azt a pillanatot, amikor a város intézményeiben dolgozó munkatársak, az óvodáinkban és a bölcsödénkben dolgozók közül nincsen koronavírussal fertőzött, és olyan sincs, akinek karanténban otthon kell lennie. Az iskolák közül a református gimnáziumtól kapott információ szerint egy gyermek igazoltan koronavírus fertőzött, de a pedagógusok körében a gimnáziumban sincs, a református gimnáziumban sincs ilyen miatt hiányzó. A diákotthonban sem tudunk senkiről, a többi intézménytől nem kaptam információt, hírt, egy iskoláról szeretnék még egy szomorú hírt jelenteni, a Kőkuti Általános Iskolának a kórházban ápolt egyik karbantartója sajnos az elmúlt hétvégén elhunyt. Jó Isten nyugtassa őt, részvétünk a családnak. Ő koronavírus fertőzöttként került a kórházba. A szociális otthonunkban tovább javul az állapot és a helyzet. Jelenleg a tesztelésekkel folyamatosan vizsgáljuk a nővéreket, a munkatársainkat, szükség esetén az időseket is. Az oltás folyamatban van, megvan, hogy kik azok, akik kérték az oltást, mind a dolgozók, mind az ápoltak közül. Ugye az ápoltjaink közül, ahogy korábban is beszámoltam, több mint 100-an átestek a koronavírus járványon, fertőzöttként kellett elviselniük, tehát eleve ők nem is kaphatnak most oltást. Azok, akik kimaradtak a fertőzésből, hála Istennek, illetve a munkatársak közül az a néhány, akik szintén kevesen vannak, akik nem kapták el a fertőzést, ők kerülnek sorra a beoltásban. Nagy szeretettel és tisztelettel javaslom és kérek mindenkit, aki csak teheti és szeretné megkapni az oltást, amint erre lehetőség nyílik, azok regisztráljanak, jelentkezzenek, hogy lehessen látni, hogy Tatáról hányan vannak, akiknek az oltását meg kell szervezni, abban a pillanatban az oltás elindul, amennyiben elegendő oltóanyag került Magyarországra, akkor Tata is benne van természetesen a körben. A rend szerint, amit a sajtóból ismerhetünk, abban a rendben a beoltásuk megtörténhet. Jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra továbbra is, és figyeljük a híreket, és a maszk használatot, illetve a többi előírást pedig tartsuk be a következő héten is. A Volán ZRT kezdeményezésére Tataváros önkormányzata áttekintette és módosította a helyi autóbuszok közlekedéséhez szükséges jegyek díját. A változások elsősorban a nyugdíjas tömegközlekedőket érintik, február 1-től pedig megszűnik a kombinált bérlet vásárlásának lehetősége.
Azok, akik a tömegközlekedést választják a mindennapokban, február 1-től több változásra is számítaniuk kell. A Volán ZRT felhívására Tataváros önkormányzata módosította a helyi buszjáratok jegy- és bérlet árait. A változások főként a nyugdíjasoknak jelentenek majd nagy könnyebbséget, de a diákok számára is segítséget nyújt a városvezetés döntése. Volán ZRT rendelkezése szerint megszűnnek a kombinált bérletek, ugye azok az a bérletek, amelyekkel a helyközi járatokat is helyi viszonylatban igénybe lehetett venni. Tataváros úgy döntött, hogy továbbra is igénybe lehessen venni a helyközi járatokat Tatán, és ezért az eddigi is használt bérletek, ez ugye a vonalbérlet, összvonalbérlet, diákbérlet, nyugdíjasbérlettel is használhatók lesznek a helyközi járatok Tatán, illetve ennek a költségét is az önkormányzat biztosítja. Ennek kívül a mellettjegyek, ugye a buszjegyek ára is az infláció mértékével emelkedett. Elővételben 230 forint, buszon pedig 270 forint lesz, ami meg lényeges változást jelent összegben a polgármester úr kezdeményezésére. A nyugdíjas bérletek változtak, ugye 65 év fölött idáig is térítésmentesen utaztak a nyugdíjasok, ezután is. A 65 év alatt a nyugdíjasok eddig 1640 forintért vásárolhatták a bérletüket, most 500 forintért lehet vásárolni bérletet, illetve éves bérletet is vásárolhatnak 6000 forintért. Én azért tartom ezt fontosnak, hogy azokat támogassuk, akik mondjuk az autós közlekedés helyett inkább a közösségi közlekedést választják. Egyrészt, hogy megőrizzük a város levegőjének tisztaságát, a mindannyiunk érdeke, másrészt pedig azt a zsúfoltságot lehet mérsékelni, ami a személyautóknak a közlekedéséből fakad, és persze szeretnénk azokat is támogatni, akiknek nincs lehetőségük autózni, hanem hát ezt tudják igénybe venni. Fiataloknak ugye az önkormányzat megvásárolja a bérletet, a diákbérletet, tehát ők ezt használhatják. Hát sajnos nem túl jók a számok. A 2019 évhez képest a 20-as év valószínűleg a koronavírus járványnak köszönhetően lényegesen csökkent az utas létszám. Ez a számokban is megmutatkozik, ugye a Volán Busz ZRT beszámolt arról, hogy mennyi lesz az éves vesztesége. Az önkormányzat egy szerződés alapján kiegyenlíti az éves veszteségét. A 19-es év 38 millió forintja helyett most várhatóan 52, tehát 14 millió forinttal több lesz ez a veszteség. Ez főleg az utasszám csökkenésből adódik. De azért hát nem adjuk fel a reményt, és hát szeretnék ösztönözni az embereket arra, hogy hát ha megfordul ez a folyamat. Hát reméljük, hogy 21-ben már azért az előző évhez képest mindenképpen magasabb lesz. Folytatódik a majd 250 éves ipari műemléki épület, az Eszterházi Pezsgőgyár felújítása. A Fellner Jakab tervei nyomán született épületegyüttes az uradalmi élet színfoltja volt egykor. Tulajdonosa igyekszik a lehető legtöbbet megmenteni belőle az utókornak. Az állag megóvás érdekében a tetőzet helyreállítását kezdték meg. Különleges gazdasági épületet tervezett Fellner Jakab az 1770-es években az Eszterházi családnak. Föld alatti részében hatalmas pince, tetején háromszintes gabonatárolásra alkalmas padlás kapott helyet. A kettő közt pedig a már sokak által ismert, később ünnepségek csarnoka névre keresztelt 10 bolt éves terem állt. Ezt a részt már korábban helyreállították a pezsgőgyár tulajdonosai. A társasági életnek fontos eseményei zajlottak itt, abban az időben, amikor az Eszterházi ez bálterme volt. A kastély nem volt alkalmas arra, hogy egészen nagy közönséget fogadjon be, de itt remek bálokat tudtak tartani annak idején, például a 19. század során. Szeretnénk, hogyha manapság, amikor a turizmus vélhetően újra el fog indulni, meg tudjuk mutatni ezeket az értékeket a környékre érkezőknek, kezdve Tata történelmi szerepétől, egészen a Kerecse Lankáin termelt szőlőből készült borral a pezsgőgyár egy látogatópontként szerepel. Az évek során látogathatóvá vált a majd 1500 négyzetméteres pince labirintus, ahol kísérleti jelleggel ugyan, de ismét pezsgőt készítenek. A felújítás most a háromszintes padlásteret rejtő tetőszerkezettel folytatódik. Hát jó lenne elérni arra a nagy tetőre, ahol az imént jártunk, hiszen a végek felújítása már megtörtént. A tetőzet megújítása után a padlásteret időszaki kiállítók térként képzelik el, ám addig még legalább 26 ezer cserepet kell kicserélniük a szakembereknek. Egyrészt már elkezdtük a
vasút felé első északkeleti szárnyon egy 300 négyzetméteres részben a felújítást, és terveink szerint 1-2 év alatt, ha a sors is megsegít, akkor végére érünk. 1-2 tanulmányt kell a műemlékvédelem kérése alapján a tetőszerkezetről készítenünk. Ez egyrészt egy régészeti feltárás, másrészt pedig egy faanyagvédelmi szakértői vélemény. Ez hónapokon belül meg fog történni, és reményeink szerint még ebbe az évben el fogjuk kezdeni a felújítást. A tetőzet állagmegóvása különösen fontos, hiszen a 250 éves facsapolással készült hasított gerenda szerkezet egyedülálló emléke a kor nagy teherbírású építészeti megoldásainak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Tataváros önkormányzata és a helyi nagyvállalkozók összefogásának köszönhetően több alkalommal is nyilvános melegételosztáson vehetnek részt a rászorulók. 2021-ben még 2 alkalommal, január 23-án és 30-án a Magyari Zoltán Művelődési Házban délután 3 órától 5 óráig, illetve az adagszám erejéig kérhető elvitelre az étel. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai várják azok hívását, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatosan ellátásuk terén segítségre szorulnak, így az idősek, karanténban lévők és nagycsaládosok. Munkaidőben a 0630 691 0049-es, éjjel-nappal pedig a 0630 340 43-as 43-as telefonszámok hívhatóak. Következzenek keddesti híreink még egyszer, röviden. A koronavírus járvány aktualitásait ismertette a polgármester. Olcsóbb lesz a tömegközlekedés a nyugdíjasok számára. Közel 3 évszázados műemlék újul meg Tatán. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök január 19-én keddeste a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen Sportkett című műsorunk következik. Én további szép estét kívánok önöknek. Vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!